szépen mutatta ilyen témákat, borzasztóan elvenek is érnek a magyar amatőr mozgalomban. Az év 20 év lemaradás. Nem mondjuk azt, mint a jöttegény lemaradás Amerikához képest, és nem csak a műszaki és általános életminőségi színvonalakat tekintve, hanem tulajdonképpen minden fronton. És most ne tessék meg Donátszot emlegetni, és ne tessék az amerikai szemétre és a egyéb a mi hozzáfejlődés, a mindennapjainkat megterhelő dolgokra gondolni, hanem arra, amit az ottani középosztály saját maga számára megteremt, az a fajta mentalitás. Az a fajta mentalitás, ami sajnos Magyarországon hiányzik. Itt látjuk a Stella Fén útmutató táblát, ami le van láncolva, ezt lássuk be. A lánc az új, a lakat is vadonat új, és az igaz mutatja, hogy bizonyos dolgokat el szoktak tulajdonítani. Gondolom, hogyha nekünk lenne egy ilyen táblánk, akkor nem szeretném. Engem zavarna valami szörnyűen van. Nem, ez egy nagyon fontos momentum tulajdonképpen. Vermont államban vagyunk, ami New England, Új-Angliában van. Ez az elsőként az európai észak-amerikai, illetve az angol gyarmatosítók által elsőként gyarmatosított és leigázott terület volt. Itt a 20-as években a Springfieldi, Vermont állambeni Springfieldi teleszkóp készítők hoztak létre egy egyesületet, és hát azt a célkitűzést tették ki maguk elé táblatilag, hogy a településüknek az összes családjában legalább legyen egy távcső. De a 20-as évek az mondjuk nagyjából, már borzasztóan nem lehet összehasonlítani a kétfajta társadalmi berendezkedés, de mondjuk nagyjából a mi 60-as, 70-es évünknek mondható, amikor ugye Amerikában is a távcsőkészítés dívott, többek között azért, mert nem voltak tömegtermelő távcsőgyártók, és nem volt mindenki számára elérhető olcsó műszer. Tehát csináld meg magad. Érdekes módon a Scientific American című élő, havonta megjelenő tudományos ismeretterjesztő lap is felkarolta ezt a kezdeményezést, és hosszú-hosszú éveken át közöltek távcsőkészítési cikksorozatot. És hát persze ez azért nem rekedt meg a PVC cső és az egytagú belüli élmény szintjén, hanem sokkal magasabb a régiókba csapott fel. Ilyen fajta, nyilván nem mindenki csinál magának ilyen erődöt, de ilyen fajta torony vagy bunker távcsövek is készültek. Ez egy 200x3000-es refraktor, ami belülről használható. Az ember bemászik, jó, bedurrant, és mit neki a téli zimankó és más egyéb hidegek, lehet kényelmes körülmények között észlelni. Hogy aztán milyen észlelések készültek ezzel az ezgütős távcsővel, ezt én most nem tudom megmondani. Akinek van türelme, böngész át a Skyline Teleszkóp évfolyamait, időről időre felbukkan még most is ez a fantasztikus kinézetű távcső. Ez a 86-os állapota volt, akkor éppen frissen felújították, lehet látni a tubusa és meg a mechanikai része is teljesen újak. Tehát ez egy nagyon nagy refraktor, nagyobb, mint amit a Polarisban van, már ami a dimenzióit és a hosszát illeti. Egy jó állapotú napórát látható, fején lefelé van, de hát ez minket nem zavar, mert csillagászati távcső is fordít. Menjünk tovább. Ugye szálltak az évek, és ugyan voltak kihagyások, főképpen a világháborús időszakban, meg hát azért ott is volt válság, de 1986-ban, amikor én ott jártam először, és nyilvánvalóan utoljára, akkor már az 55. ilyen távcsöves találkozót rendezték. Ez egy augusztusi perzsidás hétvége volt, szinte folyamatosan esett az eső, rengeteg volt a borult idő, talán éppen ezért, vagy ettől függetlenül, vagy ennek ellenére az emberek általában fülig érő vigyorra jártak, keltek, mint hogy azt az amerikai filmekben is láthatjuk, de ez a eleve a világhoz való hozzáállásból is eredhet, a keep smiling feeling az tetén érhető volt, ami még hogyha hazug, akkor is sokkal kellemesebb közeget teremt, mint a még mindig Mohács fölünk húsolgó magyar feeling. Tehát 3000 ember volt, addig
amíg a szemmel látott egészen a horizonti mindenfelé. Féle helyen távcsövek, illetve sátrak, autók, hatalmas nagy kemping volt. A maga, az eseménynek a magja az a Breezy Hillen van, ami egy kisebb gránit dombot jelent a valóságban. Itt egy, éppen végül nem esik az első kisütött a nap, de ez egy csalóka látszat. Hát itt egy szombati tumultus látható. Tehát ez, és akkor mondom, ez egy nagyon nagy múltú rendezvény. Én úgy kerültem egyáltalán ebbe bele, hogy 86-ban az Amerikai Váltócsillag Észlelők Egyesülete, az AAVSO 75 éves fennállását ünnepelte, ugye 1911-1986, és mint a magyar változósok akkori vezetőjét hívtak meg oda előadni, meg elmondani, mi van magyarországi változós viszonyokkal, és ugye említették, ugye ebben az időszakban rendezik Vermontban, pár száz kilométer északra ezt a nagymúltú távcsöves összeröffenést, és milyen jó lenne, hogyha el lehetne menni, gondoltam én. De hát szerencsére magam a vendéglátóm is, John Grizzly úgy gondolta, hogy természetesen el kell menni, tőle tudjátom is elment, és aztán nagyon sok, mondjuk az észlelő listákról ismert emberrel futottam ott össze, néhány híres emberrel is. 1986-ban vagyunk, ez az első, négyem az első amatőr számítógép vezérlésű távcső, ugye magyarul GoTo-nak hívják, akkor még nem így hívták, de hogyha benyomtak neki valamit ott a klaviatúrán, akkor oda ment, ahova a fejlesztő szerette volna. Nem tudom megmondani, ki volt ez a, az úriember, aki ott bal oldalon nekünk háttal nézi a monitort. Ő volt, aki kifejlesztette az egészet, egy 25 centis Newton távcső. Ha jól tudom, később a Celestronnak adta el ezt a fejlesztést, és aztán a 90-es évek közepétől lehetett a Celestrontól már vásárolni ilyen távcsövet, ami oda ment, ahol az ember akarta. Ismét láthatunk egy kis részletet. A távcsöveket versenyeztették is egymással, ugyanis a távcső készítés, ugyanúgy, ahogy ott nem halt ki a távcső kínáló cégek hatalmas választéka által, ugyanúgy nálunk sem halt ki. Csak hát nagyobb ország, nagyobb múltú rendezvény, és rendkívül sok innovatív megoldás, ami ezt jellemezte, ezt a rendezvényt. Egyébként az előző számítógépvezérlésű távcső, ez volt az első helyezett, ami talán némi pénzjutalommal és valami fajta távcsőjutalommal is állt együtt. Itt egy fatávcsövet láthatunk, patkóvilás szerelés. Ugye 60-as, 70-es éveknek az óriás távcsövei nagyon előszeretettel látták el ilyen mechanikával, például a két piki 4 méteres is ilyen, és hát talán ez vezérelte a távcső gyártó amatőr kollégát. Itt egy vízvezeték mechanika, egyébként a Scientific Americanben megjelenő sorozatban természetesen vannak ilyen vízvezetékes megoldási mechanikák is ismertetve, sőt ezt a későbbiekben kiadták, ha jól tudom, 3 kötetben, Amateur Telescope Making ATM sorozatban. Ez igazából csak cikkeknek a könyvbe rendezett füzére, de a sikeri jellemzőt után nyomták néhány évvel ezelőtt, és ismét megrendelhető, nem az antikváriumokat kell bújni, persze nem a magyarokat, mert itt hiába bújnánk, hanem az amerikaiakat. Ott van mellette a kis cédula, lehet tudni, hogy a műszer éppen kiég, és mit is akar vele. Celestron még, Roger Tuthill bácsi még élt, ő a Celestronnak egy ilyen tuningoló embere volt. Ő volt többek között az, aki, ha jól tudom, a Solar Screen nevű fóliát bevezette az amatőr csillagász gyakorlatba. És hát, amiket itt látunk ezen a Celestronon, ez egy C8, ez a fűthető harmadcsapka, aztán ez az érdekes megoldású pólus távcső, ami úgy rá van csavarozva erre a szintén egyedi tetőgyártású háromlábra, vagy talán még a szokványosan nagyobb kereső távcső is, ez mind a Tuthill-féle cégnek a statírungja. Tudni kell azt, hogy kicsit visszamenjünk az időben, hogy mondjuk az elmúlt évtizedeket Amerikában, és aztán később a világban is mi jellemezte. Hát a 60-as, 70-es éveket talán leginkább, főleg a 70-es éveket, ezeket a
ezek a rövid, akkoriban nagyon újdonságnak számító Schmidt-kasszegények dominálták, ez a Celestron 8 és annak különféle kisebben nagyobb Celestron verziói. Itt most éppen mondhatni, hogy ennek a korszaknak a fénykorát, vagy talán már inkább a hanyatlását láthatjuk, mert hogy a 80-as éveket talán már nem a Schmidt-kasszegények dominálták, hanem az egyre nagyobb és nagyobb Dobsonok készítése. Ugye, ha nagy átmérőt akarunk, akkor és kevés a pénzünk, a viszonylag kevés a pénzünk, akkor a legegyszerűbb, hogy egy ilyen nagy fatávcsövet készítünk, mint ami egy Dobson távcső, és aztán ebben a méretben, amikor én ott kinyáltam, akkor 75 centinél tartottak, de hát azóta már jóval egy méter föl is felkerültek az amatőrök, ami persze nyilván egy eléggé nehezen használható műszert eredményez már, de azért használható. Ugyanekkor pedig már megjelent az újabb forradalom, az újabb trend, az újabb divat, és ezt most nem negatív éllel mondom, a apokromatikus refraktoroknak a világa is lassan-lassan kezd beköszönteni, bár azt már inkább a 90-es évekre tenném. Házi készítésű Dobsonokat láthatunk, ugye milyen ügyesen fűztem a mondókámat. Önöket én 25-30 centi körüli távcső, hát tulajdonképpen, hogyha most rendelünk egyet, akkor valami hasonló dolgot kapunk, csak fémcubusból van kialakítva, és hát futószalagon gyártják, valószínűleg egy ilyen kínai nagy, hatalmas nagy hangárban gyártják, ahol a hajókat is szokták különben, és egy óriási pröccsöntőkép az egész távcsőt egy mozdulattal készíti el. Hát ez egy más világ, és hát 86-ban egy nyoma nem volt a kínai távcsőgyártóknak. Talán már Tajvanon gyártottak egy-két elemet a nagy amerikai gyártók, amelyek most majd változik a perspektíva, mint egyre kisebbek meg tűnnének. A civil szféra Amerikában borzasztó nagy hagyományra tekint vissza, hát akár kezdjük a bostoni tea délutánnal is, ha már New Englandben vagyunk. Itt ugye esik az eső, és a helyi szervezők úgy gondolták, hogy itt ez a borzasztóan csúszós kanyar, ez felszóratik, hogy kényelmesebben lehessen leföl járni autóval, mert amerikai ember mindenhova autóval jár. És akkor ott teremtek, és kicsit olyan egyes volt, hát így utólag visszagondolva, és ismerve a láttanyai síratófalat és hasonló elakadó helyeket, hát ez bizony túlzott óvatosság volt, mert voltak éppen ez a kanyar még mindig autópályaként üzemelhet a Rágtanyi útviszonyok mellett, de hát ágasvárat is lehetne nevezni, ahol nem az út igazán nem rossz, nem lehet elkaparni, csak éppen időnként leszakítja a motort az autóból. Egy-két arra tévedő szikla, amikor átcsolódnak az út közepén. Egymásra nézve, híres embereket említettem, a bal oldal én vagyok kicsit fiatal a kivitelben, Jobb oldalon pedig ugye kanadai származású David Levy, az a bizonyos, aki olyan sok üstökös fedezett fel, és éppen most is fedezett fel egy-két héttel ezelőtt. Akkor még csak egy volt neki, a 1984-es, amit talán Rudenkóval közösen találtak. A nagy korszak az később következett be. Hát ő volt az én szponzorom, ő volt az, aki az én tagságomat fizette kint éveken keresztül, úgyhogy így nagyon nagy volt a öröm. Azóta ő egy igazi szupersztárra vált Amerikában, egy nagyon közismert és népszerű ismeretterjesztő, ami azért benne van az, hogy nem csak hogy egy jó dumájú fickó, meg jó tollú fickó, hanem az is, hogy azért észlési teljesítmény is van nem kevés. Hát jó volt, hogy mint egy tiszta püstököse van, és ebből szerintem egy 7-8 szert, amit vizuálisan talált, és a több is mint 7-8, amit a Shoemakerékkel közösen fedezett fel. De a legkíresebb püstököse az 1994-ben csapódott be a Jupiterbe. A John Bartle látható bal oldalon, aki egy jeles változós, több mint 100 résztvevője van már, és a avasó cirkulát szerkesztette, és hát nagy üstökös észlelő, felfedeznie nem sikerült, de a változás mellett az üstökösök vizuális észlelése volt akkor a egyik legfontosabb jellemvonása. A háttérben pedig egy borzasztó
alkotást láthatunk, hát senki nem mondaná meg, hogyha ez nem csillagászati előadás lenne, hogy ez egy csillagvizsgáló torony, toronyteleszkóp, egy 30 cm-es tükör ennek a főműszere. Láttam a helyét, bent voltam a versében, hát igen, csak utána kéne most nézni ennek, hogy megy itt ebben össze-vissza a fény. De úgy látszik, hogy az ide ugyanaz volt, hogy télen a legnagyobb hidegben is be lehessen gyújtani, és jó melegben lehessen kifelé tápcsövezni. Az a hosszú ródot bal oldalon, ami meg van törve, az az ellensúlynak a rúdja. Mert jobb oldalra még kifelé nyúlik a mondjuk szélmalom toronyból még valami. 1930-ban készült, amikor ugye magyarországi amatőr mozgalom semmifajta, majdnem, hogy semmifajta szerveződéssel nem volt felruházva, illetve volt a Stella Csillagászati Egyesület, de hát akkor már a gazdasági világválság miatt éppenséggel a végét húzta. Ismét egy híresség következik. Walter Scott Houston, aki amikor találkoztam vele, álltátok, hogy Mankóval járt, akkor éppen frissen fedeztek fel, illetve neveztek el róla egy kisbolygót, és mikor megtudta, hogy magyar vagyok, akkor élenkén érdeklődött irán nálam, Szent Bártoni Bélával kapcsolatban, mert ő Bélával volt levelezésben, és hát Houstonról tudni kell azt, hogy ő a mélyegezésnek a nagy-nagy apostola volt, valami olyasmi, mint Szent Mártoni Béla és Kulin György, mondjuk egy személybe gyúrva, de amerikai kiadásban. A Sky Teleszkópban a Deep Sky Wonder című sorozata az most már kötetben is megjelent, és a téveken, évtizedeken keresztül ezt sokan böngésztük, fordítottuk. Tehát egyfajta feelinget, egy amatőr életérzést sugárzott felénk. És hát Szent Mártoni Béla ezt tovább erősítette az ő fordításaink keresztül. Egyébként majd néhány hét múlva lesz egy ilyen visszaemlékezés szerűségem Szent Mártoni Béláról is. Ugye ő 75 éves lett volna idén, ezért emlékezünk majd rá. Egy 40 centis, hagyományos Newton, nem Dobson, nem önjáró, csak egy egyszerű, közönséges, nagyon szép kivitelezési Newton távcsövet láthatunk itt. Ez, amit itt látunk, ez nyilván távcső. Ugye most jobban láthatjuk a toronytávcsőt, mert a teljes egészében látjuk a háttérben. Ez egy kasszegény teleszkóp, egy 32 centis csövetlen, tubeless, tehát távcsőtípus nélkül érdekes megoldású kasszegény. Tehát igencsak ki van téve mondjuk az arra repülő vándormadarak, hát hullatékainak. Úgyhogy mondják ezt egészen szakszerűen. Ugye 70-es évek vége felé volt azt hiszem az egyik távcsőversenynek az első helyezettje. Tehát egy nagyon szépen megcsinált, egy érdekes, exotikus távcső, mondjuk a használhatóságában azért kételkedem. Ugye az ember mindig tegye fel magának, hogy szeretnéd ezt a távcsövet magadnak? És ha igen, akkor tudnád is használni, és főképpen kihasználni. Mert az a leges, legfontosabb ismérve egy paraméter egy távcsőnek, hogy használják-e. Mert ha nem használják, akkor szobadísznek is. John Vogt, Weber, mondom, ő csinálta a rendezvény legnagyobb távcsövét, ahogy a szokott lenni éppen akkora készült el. Itt láthatjuk egy 75 cm-es hatalmas Dobson. Az a kéksapkás fiatalember, aki busztálja, az Rolf Meyer, kanadai üstökös felfedező, nem vadász, hanem igazi felfedező, több üstököse is volt. Pontosan nem tudom megmondani mennyi. Sánc, hogy tisztán, hogyha bent lóg az interneten, ami kétlek, és figyeli a mondókámat, amit szintén kétlek, akkor meg tudnám mondani a csillagpartin, amelynek közönségét üdvözlöm. Hányan vannak? A Skype-on, ott 46-an. Aha. Jó, hát jöjjenek közelebb. Utána a mikrofont. Tehát itt láthatjuk a 75 centis nagy, hatalmas szörnyeteket, több mint 3 méter a fókusza, 4 tonna az egész, és különleges kétszéteges tükröt, ilyen ragasztott tükröt raktak bele, ami az emberben szintén kételyeket ébresztett. Hát belenézni aztán volt lehetőség, de mindenki körülállta és megcsodálta. Tényleg ez volt a legnagyobb, azért volt egy ennél kisebb is, egy 65 centis is. Ez akkor nagyon nagynak számított. Itt most láthatjuk, akik itt vannak a helyszínen, láthatják a tükörnek az alulnézetét, hogy milyen lehet a szerkezet, ebből sejthető.
Hát, bazár. Talán ez lett a második helyzet, vagy a harmadik, de a dobogós tárcsövek közül való volt. Ez egy, amit láthatjuk, ez egy Newton-Nasmith vagy-vagy rendszerű trailer teleszkóp, vagyis utánfutóra szerelt tárcső. Ezt a Módit többen is már megvalósították. Hát nem tudom, mennyire tesz jót mondjuk a tárcső mechanikának az utakon való rázatás, de nyilván erre van egyfajta megoldás, hogy olyankor nyilván nem a tengerrendszer direktben rázódik, hanem valahogy kioldják, vagy alá támasztják. De ez egy gyönyörű, szóval aki nyilván ért az esztergáláshoz, a film megmunkáláshoz, horgácsoláshoz, és közelről megnézheti, az mondhatja, hogy ez tényleg ez egy igazi mestermunka, és hát persze olyan fajta mestermunka, amit eladni nem lehet, mert ára igazából önértelemben nincs, hogy irreális, mert annyi munkaidő, meg energia van bele fektetve, hogy azt normálisan nem lehet megfizetni. Bevezetőben említettem egyik amerikai gyors étkezdét, hát hogyha az ember sokat jár oda, akkor jelentős átmérő növekedését tapasztalhatja, jelentős akréciós korongot növelt manatérét. 1980 Magyarországában azért menjünk vissza egy kis időgépbe, kérem szépen. 3 évente lehetett külföldre menni, volt 350 dollár valutakeret, hogyha az ember turistaként ment egyik évben, következő évben emeltett, hogyha volt neki rokona is meghívta. Aztán a rákövetkező évben pedig mondjuk e-busszal lehetett kimenni, viszont ez behatárolt költőpénzzel. Tehát ugye autót azt nem jól lehetett venni, illetve hát amit lehetett venni, azt ugye mai szemben már túlzás autónak nevezni, de végig is a lényeg az, hogy megtervezett hiánygazdaság létezett és működött. A rendszámtáblák azok Magyarországon ugye hát eléggé meg voltak határozva. Az, hogy akármit ráírathatsz, azt fel sem előhetetni nálunk. Némi összegért ilyen csillagászati rendszámtáblákat lehetett akkor is már rendelni. A Twink az mondjuk ilyen ragyog, vagy mondjuk Scintillai Connecticut-i versenyző. Jobb oldalon a AAVSO, tehát az avasó akkori emblémáját láthatjuk még narancsárga kiszerelésben. Ugye ma már nálunk is lehet ilyen egyéni rendszámtáblákat rendelni, de hát 1986 Magyarországán, amikor még úgy tűnt, hogy a törökök még itt maradnak meg lát 150 évig, az ember nem gondolt arra, hogy hát itt bármifajta ilyen lazítás. Supernova, ugye ez Supernova. Amerikai a szlengel mondjuk. Meg lehet, hogy nem fért volna ki. Ez az A-Lyre, ez valószínűleg az alfa lili akar lenni. Ugye New Hampshire van lent, és fent pedig a mindegyik amerikai tagállamnak a jelmondatát olvashatjuk. Éj szabadon, vagy pedig haj meg, rendkívül jó távlatok, mondhatom. Tehát ilyen eléggé fekete-fehér világképre utal. Massachusettsnek úgy látszik nincs ilyenje. Sea Stars, hát én gondolom, hogy Sea, tehát nézz a csillagokat, ejtsük már ki. Nem a széncsillagokat akarta, hanem a csillagok nézésére akarta buzdítani a tulajdonos, akinek a rendszám táblája, vagy hát mondjuk, hogy talán a vezető, hogy mondják ezt magyarul? License. Driving license? Nem. Jó. Forgalmi. Mert nyilván az autóban utazik, ez december, 80 decemberében jár le. Kint volt a Sky Teleszkóp, és a körülötte a Sky Publishing Corporation körül meg megjelenő különféle vállalkozóknak és hát asztronómiai terménygyártóknak különféle képviseleteik itt voltak. Itt nagyon szép, ezek nem poszterek, amiket látunk, hanem ezek egy-egy külön nagyon jó minőségű színes fényképek, nagyítások. Ott nyilván mindenki felismerte, a fias tyúkot szorongatja a fiatal ember, aki a vásárló valószínűleg úgy 10 dollár körül összeget ad érte cserébe. Konkrétan nem emlékszem erre az árra. Itt egy új érdekesség, meglepő módon tréleren van a távcső, és ez ugye nem az a fajta
lópatkóvillás szerelés, hanem az a fajta lópatkós, angol szereléses, hibrid, nem tudom, hogy nem úgy be nekem, hogy milyennek a magyar megfelelője. Tehát olyan fajta szerelést látunk itt, mint ami az 5 méteres palomárhegyi távcső. Csak éppen az egész 400 tonnás távcsövet el lehetne húzni mondjuk utánfutóval. Képzeljük el ezt. Tehát ez nem 5 méteres, ez csak 40-valahány centis, hát csak 40-valahány centis távcső. De mondjuk, hogyha a felvezetőben említett időbeli hát lemaradást most akarjuk kicsit a helyszínen mondjuk interpolálni, hát nem, valószínűleg sosem fogunk Magyarországon gyártani. De hát másfajta szemzet is vannak őnálunk, meg mi nálunk. Ismét egy részlet a kempingezők közül. Meglepően nagy volt a tisztaság. Annak ellenére, hogy nem nagyon láttam szemetes edényeket, szemetes kukákat. Azaz, hogy az ember autóval megy, akkor egyrészt hoz magával vizet, marmonkannával, másrészt pedig a szemetét egy zacskó beletesz és elviszi haza, vagy a legközelebbi helyen kidobja, úgyhogy ezzel nem okoz terhet a szervezőknek. Egyébként Horvátországban láttam azóta hasonlót, ahol egy nemzeti parkban mentem kirándulni, és természetesen szemétnek nyoma nem volt, ez a Paklenica volt, és jöttek szembe a turistaházból lefelé az emberek, mindenki hozta a saját szemetjét külön a nylonzacskóban. Ez a világ rendje volt arrafelé, úgy látszik. Nem kell Amerikáig elmenni, hogy az ember irigykedjen és jó dolgokat lássan. Hát még nyoma sincs a digitális fényképezésnek. Egy Nikkormat fényképezőgépet látunk, ami egy olyan fajta ajtós mechanikára van felhelyezve, amely fajta ajtót nem egy csavarhajt, hanem ez a különleges profil emeli tovább. Ez ennek valószínűleg vezetéstechnikai előnyei vannak. Ezt most nem fejtem ki, hogy mi, de a Velikbens mindesetre kirakta a fényképezőgépe által produkált tejút mozaik felvételt, és eléggé szép volt. Persze így összeragadva, hát akkor még nem volt digitális technika, meg számítógépes fókusz. Ismét érkezik egy tréleres ember, és háttérben láthatunk két mobil WC-t, ami 1986-ban szintén újdonság erejével hatott. Mint hogy az is, hogy az autók azok amennyien a különösebben pucosabb, így is nem arra kell költeni. Az autó csak egy eszköz, ami az embert innen-oda elszállítja. Fujinon binokulárt, na ez nem amatőr tárcső. Ez a Fujinonnak a nagy komoly csillagászati célokra is gyártott binoklia, még 45 fokos betekintés van. Hát valami egészen szép kivitel, nagyon jó meg van csinálva. Évekkel később volt alkalmam csak belenézni ilyenbe, egy ausztriai tárcsöves összeröftenésen. Azóta már készített jobbat is, még jobbat ennél a Fujinon. Tényleg nagyon komoly és elvetemű üstökös vadászoknak ajánlották ezt a fajta binokulárt, meg hogy mindenfajta néződésre nagyon jó. A boulderi amatőrök 65 centis, nagyon szép kivitelű tapszonyát láthatjuk. Még ugye itt már bejött a divatba az, hogy nem egy tömör csövet szerzünk valahol valamilyen telepen, hanem tárcsos szerkezetű, viszonylag könnyebben szállítható, szétszedhető, összerakható tubus kezdtek már el gyártani, de még mindig kicsit olyan túl nagy méretű ez a hokedli, tehát azért igencsak nem két emberes, hanem sok emberes egy ilyen távcsőnek a mozgatása. Már azt nyilván van egy kisebb furgonnak a rakterén kényelmesen el lehet vinni, és hát ismétlen, hogy a tubust a szétszedik. Kereső távcsővel, egy egész jó kis binokulár volt. És hát közeledik a apokromát forradalom, akkor hát ez még egy eléggé embrionális forradalom volt, a Teleview nevű cégnek a Renaissance márka nevű apokromátját láthatjuk itt. Ez volt a tábori tombolának a fődíja. Az első helyzet éppen mellette ült, amikor kihúzták neki a tombolát, és hát úgy kellett leszedni a sátornak a tetejéről. Igencsak túlzásba vitte, vagy talán teljesen jogosan hangot adott az örömének.
ezt ugye mindig változó szemmel néztem, hogy hát ez egy 10 centis refraktor, ez igen, ez kevés fény gyűjt össze, körülbelül annyi is volt az ára, mint egy Celestron 8-nak, egy jó felturbozott Celestron 8-nak, amely mégiscsak 20 centis több fény gyűjt össze. Igazából egyikről sem vártam volna, és nem is vágyom jelenleg sem, mert hát igazából úgy érzem, hogy a nagyobb átmérő Dobsonok, Newtonok, azok nagyon egyszerűen és jól használhatóak változós, vizuális változó észlelésre. Nem kell dolgot, ha nem muszáj feleslegesen túlbonyolítani. Minden mellett persze apokromáttal is észlelek elég sokat, de ez csak egy kitérő volt. Embert kutyájáról, madarat tolláról, a hölgynek is van nagyon szép tolla. Hát csak egy érdekesség. Éme egy útvesztő, Ferde tükrös távcsövet látom. Jól mondom, Géza bácsi? Rosszul mondom. Akkor jól mondom. Hát nem tudom megmondani, milyen rendszerű. Hát ugye itt nálunk ketten vannak, akik ilyet gyártanak, hát szóval nem lehet mondani sorozatgyártásnak. Berente Béla meg Snéha Téla, két kiváló kezű amatőr távcső csiszolónk, távcsőtükör készítünk. Ez valami fajta jolószerűség lehet, de feltétlenül rendszerben többféle is van, nem csak a joló. Még majd látunk ilyet, sajnos csak kívülről. Itt most így messzeren állapotban láthatjuk a műszert. Nyilván legelő van egy korrekciós tag, ami egytagú, szemben láthatóan bele van csiszolva nyilván valami érzetikus görbület, bemegy a főtükörbe, a fény aztán kijön, majdnem ott olyan ki, ahol bement. Középen az a kis bütyök, az micsoda. Kis bütyök, micsoda, azt kérdezi a Géza bácsi. Kitakarás nélküli benne a felbetükör. Szerintem az nem bütyök, az ott megy a fény a bütyökön keresztül. Hát ugye azért van... Nem csak ott van előtt az a nagy darab nyílás. Ott meg a fény megy be. Távcsövetnél hasznos, hogyha van rajta nyílás, mert akkor be tud menni a fény. Egy 25 centi körüli Schuppmann refraktor. Egytagú objektívja van. Ugye éppen ma idétlenkedtem a Mirán az egytagú objektívben, meg az egytagú okulárral. Hát ez egy olyan különleges rendszer, amiben nyilván nem csak az egytagú objektív van, hanem még vannak más rejtélyes elemek is. Nagyon előszeretettel ajánlották ezt a bolygó és kettős csillag észleléshez. Hát egy jó hosszú ezzel használható tubus. A Schuppmann rendszerben, ha jól tudom, a legnagyobb valaha is készült, az a 30 centi körüli volt, úgyhogy ez egy impozáns példány volt. Pont szép platform, szerűség. Volt, aki ezt indította. Itt pedig egy olyan fajta ajtó, mechanikát láthatunk, ahol ugye többszörös ajtózat van. Egy ajtó, meg még egy ajtó, hogy minél tovább lehessen a vezetést abszolválni. Itt láthatjuk ezt a nagyon szép kivitélű távcsövet. A közelebbi képem talán nincsen róla, emlékeztek rá, az egyik trailer csoda volt. Hát az idősebb úr az a tulajdonos és az egyik alkotó. Nem lehetne meg, hogyha valami egészen komoly gyárban, egészen komoly dolgokban gyártott volna még aktív korában. Most diatávcsere. Ugye azért diázunk? Azért diázunk, mert 20 évvel ezelőtt még nem volt számítástechnika olyan értelemben használatban, mint hogy manapság. Hát egy kis időgépben most azonnal le is huppantunk. 1988, ez csak két év 86 után Magyarországon a helyzet változatlan. Ráktanyán az egyik táborban járunk, ahol az első MCE vagy pre-MCE által szervezett távcsöves táborokat tartjuk. Valódalom az azóta híres környezetvédővé nemesült Fidust láthatjuk, Fidik Robertet,
Népkódja. Az első mi, akit én adtam a kezébe. Te voltál, aki megrontott tetett lektor. Jobb oldalon pedig az igencsak sovány, a jelenlegének körülbelül a felét kitevő, tömegben kitevő vízkrisztiát láthatjuk még fiatal srácként. Valamilyen meteor észrelési huntottságot csinálnak ott szerintem. Kimérés, diktálás, egyebek. Hát eléggé erős a kontraszt. Akkoriban Magyarországon egy telemátor, egy óragépes Zeiss refraktor, 63x840-es, már egy egészen komoly műszernek számított. Sőt, ott a Dinamos is megjelent a 80x840-es Zeiss AS objektívvel szerelt refraktorával, és hát úgy mindenki körülállt, hogy hú, neki milyenje van. A lényegében a hiánygazdálkodás kerülős közepében csöppen vissza az ember 80-as évek közepén. A akkortájt ugye még működött, létezett, termelt az uránia műhelye, kis refraktorokat, egytagúakat, kis akromátokat, többnyire ilyen sejtes honvédségi optikákat is felhasználva, aztán tükröket csiszoltak, komplett távcsöveket is elkezdtek gyártani, de hát azért ez messze volt attól, mint ami az igazi egészséges felsvést jelentette. Eltelt néhány év, és megjelent Magyarországon az első nagyméretű Dobson, ez 92-ben volt. Szitkai Gábor, aki akkor Németországban dolgozott, mint fogtechnikus, minden pénzét a fogához verve, még kockáztatva azt is, hogy saját magának is kell protézist csinálnia, egy 45 centis nagy amerikai gyártmányú Dobsont vett meg, és hozott be Magyarországra. Hát benne van egy, az a bunkó, ami kiáll a távcsőből, az nem más, mint egy 8 mm-es Nagler okulár, ami úgy szintén egy nagy ritkaságnak számított. Hát akkori szemmel, és főleg mai szemmel, hogyha elnézzük ezt a amerikai szinten a lehető leges-leges legolcsóbb nagy Dobsont, akkor azért eléggé ezotikus megoldások vannak itt. Hát a segédtükör tartó nem más, mint majdnem, hogy egy ilyen ígérendát beraktak keresztbe. Hát egy vaslapot van, és azon rajta fel van ragasztva a kereső, illetve a segédtükör, és az ott van. Iszonyú könnyű volt szusztírozni. És hát a foglalat az eleve úgy nézett, hogy szorította a főtükröt, úgyhogy ezzel a távcsővel soha az életben nem lehetett látni tisztességes, normális pontszerűhöz közel álló képet. De eznek ellenére a fényítő képesség olyan hatalmas volt, és annyira mindent meghaladt, ami akkoriban Magyarországon volt, hogy egy egész kolónia telepedett köré. A kolónia egyik része volt Szentaskó. Laci, ott látjuk Krububut, Sánszki Krisztián Bakosgazs, aki most már kisbolygó felfedezővé. Érte, ső, kisbolygó, nagybolygó felfedezővé. Mert sokan hallottunk róla, meg olvashatunk is róla. Hát ez egy, mondjuk, hogy 5 év aranykort jelentett ennek a távcsőnek a társaságában. Itt a fiatal csatlós gézát láthatjuk éppen, amint egyik saját készítési Kasszegrén távcsőjét justírozzák. Berente Béla és Varga Robi segítségével az 1989-es vagy 90-es rágtanyai nagy tábor volt. Ezen már 180 ember vett részt, úgyhogy még ma is messze vagyunk a 3000-től, de azért közelítünk hozzá. A 90-es évek elején rágtanya volt a fő bázisunk. Ez a Makony közepén 500 méter magasságban viszonylag elfogadható infrastruktúrával ellátott, de borzasztó utakon megközelíthető hely volt. Láthatunk a kép jobb szélén láthatunk egy titanik kéményt. Az egy érdekes távcsövészeti maradvány Magyarországon. Ezt a 70-es években eredetileg a pécsi csillagvizsgáló kapta, mint főműszer. Főműszerként egy 40 cm átmérő nasmit távcső volt ez. Hát Gyurka bácsi készítette a tükröt, Orgoványi féle mechanika. Hát ez az egyik legrosszabb magyar nagy távcső volt. Körülbelül 10 méteres effektív gyújtótávolság mellett gyakorlatilag használhatatlan volt, viszont 3-4 darab szaporoszt mindenkor mutatott. Ilyen, ekkori nagy távcsőknek az volt a jellegzetessége, hogy a kereső távcső, ami általában egy 75x500-as MOM refraktor volt, az volt a fő műszer, ami a képalkotás minőségét illeti. Ez a 92-es rágtanyán ezt a távcsövet, mint hogy ezt ugye magunkévá tettük, megvásároltuk, illetve hát új tükröt tettünk bele.
És hát megmentették a tárcsait az enyészettől, pontosan erről volt szó, mert inkább kidobták volna. Egyszer sikerült összerakni, akkor majdnem agyonvágott valakit nappal, és hát a Holdat, Szaturnuszt azért sikerült bele beállítani, de nem volt benne nagy köszönet, úgyhogy nem is nagyon használtuk többször. Most mi van be? Hát Sné Attila használta a mechanikáját, a Tapcsaba is gyakorlatozott vele még a 90-es években, de ha jól tudom, nincsen benne optika. És az az optika volt az, amiből aztán a Géza bácsi csinálta a 38 centis ágasvári rácsos fehér doktornak az optikát. Ez már nincsen meg. Szivárvány. Rákanyi szivárvány, hát mutatja a távlatokat, hogy milyen szivárványos jövő elé néz az MC-je. Ez 1993-ban volt, és lőn. 93. Ismét 80x1200-as tubust láthatjuk, az egyesületi refraktor, ezt a bal oldalon látható Rózsa Ferenc készítette el. Éppen Kis Laci néz bele. Ez tényleg már csak azoknak szól, akik érdeklődnek az ilyen huncutságok iránt. Ez egy egykori munkásőr lőtéren volt ez a tábor megtartva. De akkor még annyira munkásőr volt a feeling, hogy jobb fel és fel nem idézni. Hogyha hozzáteszem, hogy az idei tarjáni rendezvény is egy egykori munkásőr lőtérnek volt a helyszíne, akkor azért, és hát ugye nem sok nyomát láttuk annak azért a tábor helyén, mert teljesen más volt a feeling, teljesen normális volt az egész, akkor azért sokat elmondtam, úgy látszik, szeretjük a munkásőr lőtereket. Közben megindul Magyarországon is a műszer gyártogatás, Proxima úrnak a hogy mondjam szépen, billenőtükrös asztrofotó segédeszközét láthatjuk. A 80x80-es évvel használta Rózsa Ferenc taktás, és még másoknak is készített ilyen alkalmatosságot. Hát a vezetés során a korrigálást tulajdonképpen nem megkönnyítette, de azt elősegítette, hogy felesleges, zavaró vezetési hibák lehetőség szerint ne nagyon kerüljenek a filmbe. Szabó M. Gyula, most már dr. Szabó M. Gyula, saját készítésű, igen fényérős távcsövét láthatjuk. Az alkatrészek azok dr. Szabó M. Gyula saját kiságyából lettek kibányászva, és mintegy 11 órai munka árán készült el ez az instrumentum, RFT, mellette a 7-up-os üveg mutatja az egésznek a léptékét. Az 1995-ös Rákanyi, hát ez az az időszak, amikor még csak az Astrotech volt az egyetlen domináns magyarországi távcsőforgalmazó. Lehet látni néhány dolgot itt a tömegben. Egy Celestront láthatunk, az Astrotech forgalmazta, meg egy Celestron binokulát, egy 12x80-as, jól emlékszem. Ezen a táboron a Cseh ATC nevű kis optikai cég is képviseltette magát. Szegények a világ végéről eljöttek, és nagy nehezen oda találtak Rákanyára. Aztán utána gyorsan elmentek inkább nyaralni a Balatonhoz. Hát ez volt, ezzel is mondtam a teljes távcsöves vállalkozói palettát. Vagy hosszan nyomtam a nyomógombot, és ilyen 0%-i gépek erre érzékenyek. Hát itt láthatjuk a binokulát, a tanulmányozását. Akkor még talán sokak, vagy többek által használt NDK fotóállványom van. Én mai napig is ilyet használok, és azt tudom mondani, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Számomra legalábbis még nem gyártottak jobban. Távcsöves kiképzés. Rákanyán 1995-ben járunk. 45 centis dobszonnak a fénymenetét magyarázza Sebő Gyuri. Később ez a kép, illetve hát ehhez hasonló kép bekerült, mint a Stein Teleszkóp nemzetközi rovatába is, ahol a magyarországi viszonyokat ismertette ez a nagymúltú lap. Itt már beköszöntött az apokromát korszak, illetve ez még nem az, ez még az oszlop korszak.
80x840-es, meg 80x500-as CEISS lencséket láthatunk itt párhuzamosan szerelve. Jobb oldalon 80x500-as, ez Sebők Gyurinek a kompozíciója, bal oldalon pedig a 80x840-es, aszofotós felszerelés, hát némiképp átalakítva a CEISS telemátor mechanikát, mert ugye az csak kézi finomozgatásra volt alkalmas, elektromos finomozgatást úgy kellett hozzá ügyeskedni. De nagyon jó felvételek készültek ezzel. Hát itt a Ráktanyai igencsak vágatlan fűben, hogyha esetleg valaki érdeklődik, hogy milyen az a fű, ami nincsen levágva, akkor itt egy illusztrált kép, tehát ami igazán nincs levágva. N100P, Newton 100 parallaktikus, mondom, hogy ez a rövidítés, Kürt Imre által készített távcső, sorozatgyártott típus. ...86x620-as refraktort látunk, hát ez egészen elképesztő, egzotikus MOM gyártmányú lencse. 90-es évek elején közepefelé járunk, hát ekkor hordódtak szét a nagy múltú magyar szocialista nagyüzemek, nagy gyárak, többek között a MOM is felszámoltatott, aminek nyilvánvalóan racionális utai voltak a piacvesztés következtében. A gyárnak felesleges raktárkészleteit eléggé kellemes áron meg lehetett vásárolni. Ez a 80x620-as lencse, amit igazságosan senki nem ismert, hogy van ilyen. Ez egy ragasztott lencse volt, és ilyen mélyegezés, üstökös nézegetés változása tökéletesen megfelelt, sőt, még hogyha valaki akar bolygóz, hatott is volna vele, azért annyira nem volt jó, azt ez egy eléggé fényes akromát volt. De szerintem a tubus még most is megvan Ágasváron, szerintem abszolút nem kell vele szégyenkezni. Hát tulajdonképpen az ember sajnálja azt, hogy a MOM ilyen csúfos véget ért, és hát a csillagászati optikákban, csillagászati terméki gyártásában nagyon keveset mondhatunk el róla. Nem csak a múltban, de most már a jelenben aztán végképp. Hát kevésbé igényes távcső megoldásokat is láthatunk, ez szintén egy 80x840-es, a célnak nyilván megfelel, a tulajdonosa örömmel használta, de hát egy 80x840-es CEISS-lencse azért ennél szebb kidolgozást is érdemelne. Na, nem, azért ennyire nem szépet, mert ez már nem is CEISS, hanem egyenesen egy Starfire refraktor, bár a vezető távcső is egy CEISS 80x840-es. 95-ben került be Magyarországra az első ilyen nagy apokromatikus refraktor, Szitkai Gábor volt az, aki továbbra is a fogához verte a garast Ricsében, és részletre is, és hát borzasztó erőfizetések árán megvásárolt egy ilyen nagyon szép távcső, tehát mindenki a csodájára járt, és hát a mai napig is működik maga a műszer, bár most már más mechanikában, most már kupolába került, és hát egymás után készülnek róla a szednél vele, a szednél szebb felvételek. Egyfajta fogalom volt a 90-es években, és talán még ma is, bár hát azért most már sokkal többen asztrofotóznak, mint annak idején, a digitális technika azért mondhatni azt, hogy radikálisan átformálta a világot. Hát ez nagyon kellemes és találó felvétel Szejber Károly, ős, öreg, régi veterán amatőrtársunkról, aki éppen megnézte Szitkai Gábor új refraktorát, és elszomorodott. Most azon töprenk, hogy vajon mikor lesz nekem ilyen? Hát kedves Karcsi, neked nem lesz ilyen soha az életben, mert akkor is egy ilyen nagyjából olyan másfél-két milliós összeg volt egy ilyen komplett távcső, ami ma is egy nagy összeg. Szejből Karcsinek ilyenje volt. A divatos telemátor mechanika, szerintem 72x500-as, meg egy teleobjektív. De ezzel is nagyon kellemesen fényképezett, és még ma is dolgozgat fel a Karesz. A fiatal Rózsa Ferencet láthatjuk, amit éppen elrontja, helyesebben megjavítja a számára benyújtott binokulárokat. Egy szabadtéri binokulárjavítást itt éppen improvizált. Tőle jóra a igen szomorú tulajdonos láthatjuk, aki nem látja, illetve mi nem látjuk azt, amit ő lát, de ez csak a rossz máj és a kétágú villás nyelv, a
Rózsikát, mint minakulárjavító kisiparos, mind a mai napig nagyon meleg szeretettel tudod mindenkinek a figyelmébe ajánlani. 95-ös MTT-nek a, hát nem igazán jó sikerű, 9-es, 5-ös nélkül. Hát egy fordított 9-es, 5-ös nélkül. Távcsövező szellemekkel. 95-ben volt az első ilyen nevű rendezvény, MTT, Meteor 90, aztán 06 távcsöves találkozó. Most már 10 nem tudom hányadik, ilyen távcsöves hétvégét tartottuk és tartjuk. Azt hiszem, hogy ez most már aztán végképpen lehet mondani, hogy hagyománnyá vált, és váltott helyszíneken természetesen, vagy ugyan, de mindenkor eléggé jelentős érdeklődői kört vonzott. Ez például, ha jól nézem, a 1998-as ágasvári nagy rendezvény, azon is nagyon sokan voltunk. Egy amatőr készítésű binokulár. Ugye van még ilyen. Na hát ez egy, aki szeret otthon a kert végében katonásdit játszani, annak kitűnő TZK, hiszen 1180-as katonai binokulár. Csillagászati célokra én nagyon sokáig valahogy idegenkedtem tőle. Ennek az azok, hogy nagyon rossz állapotban levő TZK-kat használhattam alkalomszerűen az égnézésre, aztán találkoztam egyen, amit Csukovics Tibor feljavított, és hát tényleg lenyűgöző volt ez a hatalmas látómező, és az a csillaggazdag égbolt, amit mutatott, de nagyon jó ég kell hozzá, hogy az ember kihasználja, tehát egy fátyolos városi, külvárosi égen abszolút, mintha nem is lenne, nagyon jó ég, sötét égkel, ágasvári hidegfrontos égkel, és akkor tényleg hozza formáját. A 90-es években még ilyet gyártottak Magyarországon, egy ilyen talán exportból visszamaradt példát, amit Gusztának a taktársak azt láthattuk. Hát lassan szaporodunk mi is. Balra a szitkai félevörös ördög, középen 40 centis MCE Dobson, jobbra pedig a horvát Marcelnek a 30 centis nagyon érdekes és szép kis Dobsonját láthatjuk. TZK közelnézetben, szóval tényleg szépen meg van csinálva, de hát én voltam katona 22 hónapig, úgyhogy nem katonáskodom. De hát aki persze hozzá tud jutni, annak melegen ajánlom. Tábori jelenet, Lázár Józsi, Berko Ernő még akkoriban tábori résztvevő volt. Éppen mögötte van az a fehér 20 centis Dobson távcső. Erről tudni kell, hogy az Ernő az egészen fantasztikus adottságú résztvevő. Ezt a Dobsont ő kereső távcső nélkül használta. Hát aki használ már Dobsont bármilyet, keresővel vagy anélkül, azt el tudja képzelni, hogy milyen lehet az, amikor üzemszerűen nincsen hozzá kereső. És hát mint egy zsonglőr. A fantasztikus ember ez az Ernő. Itt mint a túlméretezett távcsövet láthatnánk, hát valóban ez a láb, ez egy kicsit vékony. Egy 110x1651 CEISZ AS refraktort, tehát objektívvel ellátott refraktort láthatunk itt, ez Csukovics Tibornak a refraktora, hát ez valószínűleg ez a CEISZ AS rendszer, ez az egyik legjobb képalkotású ilyen optika a hazában. Akinek ilyenje van, az tényleg nagyon vigyázzon le és őrizze meg. De aztán szereje is még, mert 1650 mm a fókusza, úgyhogy a világ végén van, a csőnek a vége. Tehát komoly mechanika kell hozzá, hogy az ember ezt tudja használni. Ágasvár táb. Ezen a táboron azt hiszem 90 sátor volt. Ezt is megszámoltuk. Illusztráció az amatőr mozgalom nehezen való megszervezhetőségéről. Ez egy csoportkép, mindenki felfedezte. Az eredeti cél egy szabályos ötágú csillagnak a létrehozása volt, de ez 10 perc alatt sem sikerült. Pedig név szerint próbáltuk instruálni a halmaznak a komponenseit. Hát végül is hát valami fajta nagyon rossz képalkotású távcsőnek a csillag képére emlékeztet. Hatalmas központi kitakarással, asztigmatizmussal, rosszul justírozva, tehát mondjuk minden rosszat el egy távcsőről.
De hát akkor is ez egy kedves emlék. Előtér van a Szikkai féle nagy dobszon. Na ez az előző az 97-es, az 98-as lett. Hát változott a világ. 1986-ban, hogyha valaki ilyen ózzal jár, akkor valószínűleg nem sokáig jár vele. Azóta készült ilyen fejlesztés is. Így. Hát egy csúcskép mondjuk a 90-es évekből, 1997, Hale-Bopp is tökös, aki észlelt amatőrkőt, akkor annak nyilvánvalóan kapásból egy nagyon szép emlék, aki meg nem látta, az meg sajnálhatja, mert nyilván vizuálisan nézve nem volt ilyen színes, de egy gyönyörű és fantasztikus és fényes és hosszan látszó, és sokakat az amatőr csillagászatba vissza és becsábító kométa volt. Hát ha jól emlékszem, Berko Ernő, ha nem is a Hale-Boppról, talán a Hiakotakétól kezdett el fényképezni ismét, és aztán egészen rohadt vezetőségig vitte. De Hegyhácsárjának is nagyon sok örömet okozott. Az amatőr lét borzasztó nyomorúságai, tél van, hideg van, távcsőben ott a terminátor, ugyanis a nap már leolvasztotta róla az úzmarát, és aztán közben elforgattam egyet, hogy a másik fejét is leolvassza. Ez a kép, hogy ennek bizonyos verziója a kézikönyvben is megjelent. A Kálmán nélküli székkel. Hát a Szitkai, talán még nem búcsúzó, mert még lesz néhány kép. Szitkai féle nagy refraktor láthatjuk, éppen a Jupiter van beállítva. Nem, én úgy nézem, hogy nem lesz több dia. Úgyhogy én azt hiszem, hogy be is fejezem a mondókámat mostanra. Hát azzal, hogy ezek az emlékképek, töredékek, mert borzasztó sok képen van, meg sok mondani valom lenne még. Ezek talán valamit felvillantanak az elmúlt 20 év különféle trendjeiből találkozóiról. Azt azért némi elégtétele ért, hát nem is elégtétele, mert egyszer csak tudomásul veszem és megállapítom azt, hogy ha annak idején 88-ban indított távcsöves találkozó sorozat, vagy tábor sorozat igazából igazolta az ötletet, tehát egy ilyen, amit kint láttam Amerikában, és szerettem volna megcsinálni kicsiben Magyarországon, az azért sikerült, hogyha valaki az idei tarjani táborban ott volt, az láthatta, hogy több mint 300 ember azért csak eljött. Nagyon nagy területen, nagyon sok távcső, nagyon sok ember, én szerintem többségében nagyon jól érezte magát, legalábbis a hozzám jutott visszhangok ezek azt mutatták. Nagyon fontos helyszínek ezek most már a magyar amatőr mozgalomnak a legfontosabb helyszínek. Évente már mindenki úgy látom, hogy azért már készülődnek rá az emberek. Sokan itt jönnek össze, sokaknak itt van egyedül talán az egész évfolyamán lehetőség arra, hogy nyugodt körülmények között és baráti társaságban, hozzáértő baráti társaságban használhassa a műszerét, megfélséget végezhessen, kommunikálhasson a hasonló hobbit űzőkkel, és ami a legfontosabb, amire gondolom, hogy mindenkinek szüksége van, az, hogy nem valami fajta szigorú, féltudományos konferencia-szerű helyszínen, hanem azért eléggé kötetlenül, ahol nem kötelező, bárcsak azért ajánlott beülni minden előadásra, nem kötelező minden okos felszólalást végighallgatni, viszont kötelező meg kéne szerintem tenni minden magyar tárcsőr számára, hogy legalább egyszer az életében eljöjjön egy ilyen nagy magyarországi tárcsőrös találkozóra. Azon egyszerűknál fogva, hogy együtt legyünk, és közösen hódoljunk a tárcsőr nagyon szeretett hobbinknak. Nem tudom, hogy van-e valami kérdés az internetes fülelők között. Az itt fülelők borzasztóan ki vannak merülve, én is. Sátós Géza nem hisz a szemének. Ja, Kaffi Tamás nem hisz a fülének.
Hát mindenkinek köszönöm a részvételt. Akkor jövő héten közérdekű dolgot fogunk majd figyelemmel kísérni, mi bizonyára sokaknak felvonja majd a szemöldökét. 8 bolygó van a naprendszerben címmel, Sálenszky Krisztián jön el hozzánk, és a csillagászatnak egyáltalán nem a legfontosabb kérdése az, hogy most lefokozták vagy nem fokozták el Plutót, de az, hogy a nagyközönség számára ez volt az egyik legfontosabb, szerintem éveken keresztül kiható fontosságú kérdés. Ezen a nyáron, ebben az évben az egészen biztos, úgyhogy ennek a bolygó átsorolásnak, bolygó definíciónak a hátterét fogja majd a Krisztián igencsak szakavatottan megvilágítani. És meg vagyunk győződve, hogy miután mindenki meghallgatja őt, akkor senki sem fogja a Plutónak visszakövetelni a bolygónak kiálló koronát. Köszönöm!